Szép jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt a Világ zsidó szemmel. Stúdióban a megszokott vendégek, Kardos Péter főrabbi itt a bal kezemnél, főrabbi főkántor és főszerkesztő, egy személyben három ember, és ma meglepetéssel szolgál önöknek majd, bízom benne, hisz fél ünnep a sátoros ünnep, és a sátorba az emberek akár jól is érezhetik magukat, persze nem a koronavírus idején, mert ugyanitt fölállítottunk az udvaron egy nagy sátor, de hát látják, hogy nem tudunk benne lenni, mert csak a szűk családi mag lehet egyszerre egy helyen. Itt van a stúdióban velünk M. Kende Péter, a Jólakott napközis is. Szervusz Péter, fekete, fekete szájkosárban. És tehát három Péterünk van a stúdióban, viszont a stúdión kívül van két kollégánk, akik tudnak élni, Seres Attila a Neokon, és Tudós Zsidó, és minden, ami egyéb, de úgy tűnik, hogy nála kinn a kertbe hűvösebb van, mert eléggé téliesen van öltözve. Attila, nem fázol? Természetesen fázom, de hát szokott van, ilyenkor kint kell lenni a sátorba, és hát itt van fölöttem a dombsátor, úgyhogy ki kell bírni. Fűti őt a hazaszeretet. És fűti őt a hazaszeretet, nagyon jó ez a mondat. Az a szabály, hogy minden, amit a hétköznapokban szoktunk csinálni, azt mind legalább egyszer ezen a héten a sátorban is csinálni kell. Hát a heti tévé, a világ zsidó szemmel felvétele is ugyan minden héten van, tehát azt is egyszer csinálni kell, ezért most azt csinálom a sátorban. Mazutov, mazutov. És itt van velünk Gyarmati István nagykövet is, aki lombokat nem látok a feje fölött, és nem a kertbe van, hanem a otthon a könyvtár szobájába. Szia István! Jó reggelt mindenkinek, vagy napot, vagy estén. Mi van most egyébként? Hát kora esti órákban van, de a nézők tudják, hogy ezt kora délután vesszük föl, úgyhogy akár... Én össze vagyok zavarodva, mert sötét van. Sötét van? Hát venni kell egy kvarclámpát a lakásba, hogy az a D-vitaminjaidat is pótolja meg, egy kis fényt hozzon az életünkbe. Akkor nézzük, hogy hoz nekünk fényt az életünkbe az elmúlt hét eseménye, és kezdjük tulajdonképpen azzal, hogy Trump elnök, aki nem hordott maszkot, sőt megszólta, de azért nem teszem föl, de önök azért használják mindenhol, itt megvan a kellő fizikai távolság, meg nehéz beszélni szájkosárba egy cenzúrán keresztül, habár ez nem is a cenzúra, hanem egy maszk. Tehát mi a véleményetek arról, hogy Izrael, a modernkori Izrael nagy pártolója, az amerikai elnök éppen beteg lett, de lehet, hogy ezekben az órákban már éppen kezdik őt hazaengedni a kórházból. Ki kezdi? Én. Főrabbi úr, tessék. Bár nem rabbinikus téma. Hát, ha jól imádkoztál érte, akkor lehet, hogy rabbinikus egyik téma. Magyarországon élő tudós, virológus is, illetve nem itt él, kint él Amerikában, nyilatkozott az egyik csatornának a Trump-féle dologról, és a következőt mondta. Nem érti, hogy miért adnak kétféle gyógyszert neki. Az egyik az, amit a legsúlyosabbak kapnak, a másik pedig a kezdetén, amit kapnak, hiszen teljesen jól van aránylag. Na most, az föl sem merült, hogy esetleg előbb kapta a gyógyszert, aztán lett jobban. Ő eleve az jobban van, miért adnak neki ilyen gyógyszert. Szóval így néz ki jelenleg a kommunikáció, a tudományos kommunikáció szintje. Ami nem tudományos kommunikáció, arról csak annyit szeretnék mondani, hogy nem jó dolog az, hogy a szabad véleménynyilvántás hazájába, hogy finom legyek és nőjes, hogy mondjam, kicsit vetítenek a elnök állapotával kapcsolatban. Sokkal egyszerűbb lenne, mindent értek, választás van, meg a macsó típust kell mutatni, de mégis sokkal jobb lenne, hogyha tisztán és őszintén beszélnének, hogyha van baja, mekkora baja van, meddig nem lehet őt használni, vagy meddig nem tud teljes értékűen dolgozni. Sokkal egyszerűbb lenne. Na de hát a képek szerint egy dolgozószoba van a kórházba berendezve. Előtte üres papírok, tehát hogy ott ül a papírok előtt, amin szemmel láthatóan semmi nincsen, üres papírok előtt. Tehát én értek mindent, de hát a helikopterig is saját maga ment el a saját lábán. Igaz, hogy elfelejtették elmondani, hogy előtte oxigénre szorul, de ne legyünk rossz májúak. Nem rossz májú vagyok, én pontosan fordítva gondolom. Azt gondolom, hogy
Sokkal egyszerűbb lenne elmondani, hogy most ez van, sokkal tisztába képletne. Én szerintem meg sokkal jobb lenne, a magyar média kihasználná azt, hogy mi történt az amerikai elnökkel, hogy nézzétek meg, mi történik valakivel, aki tagadásban van, és nem akarja azt a nyomorult maszkot fölvenni. Már... Mert ugye azért a sors fintora, hogy beszólt a vetélytársának, aztán sajnos éppen beteg lett. Péter, te ebben nőttél fel az elmúlt évtizedekben, hogy az államfő meg ország megmondják, hogy mi baja van, beteg? Nem. Csak nagyon hamar megszokta a demokráciát, demokrácia túltengésben van. Itt az uraknak a Skype-on van-e mondani valója, mert itt a stúdióban elragadtuk a szólás lehetőséget tőletek. Attila. Én ezt megmondom, én nem annyira értem, hogy most mi itt a probléma, hogy mi az, hogy nem hozzák nyilvánosságra, hogy mi a teljes baj. Nyilvánvaló, hogy percenként nem fognak az állapotáról információkat kiadni, mert miért is adnának? Tehát az a kérdésem, hogy mi történne akkor, hogy a percenként adnának ki. Abban egyetértünk, hogy aki ebbe beleesik, az utána általában alázatosabban nyilatkozik a kérdésben. Hasonlóképpen járt egyébként több viszonylag ismert ember, például Boris Johnson is, amikor kórházba került, akkor utána... Kicsit változott a véleménye. Hirtelen sokkal vírus érzékenyebb lett, járvány érzékenyebb lett a kérdésre, és most éppen a múlt héten volt itt valamilyen rockstar, a nevére már is emlékszem, egy ilyen korábbi rockstar, aki az egyik legnagyobb képű ilyen vírus ellenes volt korábban, és ő őszintén megvallotta, hogy szóval most már érti, hogy miről is van itt szó. Nézzétek, a Trump állapotával kapcsolatban azért ez egy borzasztó kritikus ügy. Az Egyesült Államokban ez egy teljesen példanélküli szituáció, amikor még az is, tehát ugye igazából senki se tudja, se az orvosok, se az elnök nem tudja, hogy fog kifutni ez a betegsége, mindenki csak reménykedik, de ilyen kockázat még soha nem volt, és az alkotmányban nincs is erre recept, hogy mi van akkor, hogyha cselekvésképtelenné válik az elnök jelölt pont a szavazásnak a napjára, sőt, igazából a szavazás már el is kezdődött, hiszen a levélben szavazás, tehát már rengetegen, több ezeren, talán több tízezre le is adták már a szavazatukat. Tehát, hogy mi történik akkor, hogyha kiesik az elnök jelölt? Hát ez is az oka lehet annak, hogy nyilván óvatosan adagolják az információkat, nem akarnak se felesleges pánikot kelteni, se túlzott elvárásokat. Úgyhogy én azért nem csodálkozom annyira a médiának az óvatosságát. Szólítom Gyarmati urat, István, szerinted az alelnökök párbaja mennyivel lesz így izgalmasabb, mennyire kerül majd a központba, mennyivel lesz nagyobb a nézettsége azután, hogy az egyik elnök jelölt ugye még kórházban van, persze hamarosan, ha minden igaz, akkor ki is fog jönni? Én először azt mondanám, hogy szerintem a legfontosabb az, hogy azt kívánjuk, hogy felépüljön Donald Trump, ez nem politikai kérdés, azt gondolom, mindenki. Imádkozunk mindannyian. Normális ember azt kívánja. Az a baj, hogy a világ olyan undorító lett, hogy sokan most már nyíltan is Facebookon és máshol is azt kívánják, hogy ne élje túl az elnök a betegséget. Ugye amikor azt kívánja valaki, hogy a választást ne élje túl, mint elnök, az egy teljesen jogos dolog, de a valakinek a halálát kívánni, ráadásul ugye nem egy undorító tömeggyilkosról. És érdekes módon ez a nagyon demokratikus közösség. Politikailag nem értünk egyet. Azt gondolom, hogy ez ennél lejjebb már nehéz süllyedni, de hát ezt már többször mondtam, és még mindig sikerült lejjebb süllyedni ezeknél. A második megjegyzésem, hogy ez az elnökválasztás, ez minden képzeletet fölülmúl. Ugye voltak már ilyen regények, ahol spekuláltak, hogy mindenféle problémák vannak az elnökválasztás körül, de ennyire ez egy kutya, vagy ez a vagy folyzal, vagy... Ez valahol kutyák vannak, de ilyen a helyszíni közvetítés, semmi baj nincs. Na mindegy, szóval ennyire bonyolult helyzetet senki se látott előre.
Ugye bizonyos helyzetekre van alkotmányos megoldás, más helyzetekre meg most kell majd kidolgozni, ha ne adj Isten előállnak ezek a helyzetek, bízzunk benne, hogy nem. Ugye a harmadik megjegyzés, hogy úgy tűnik, hogy készülnek a következő vitára, ugye, ha jól emlékszem, október 15-én Floridában lesz a következő vitakérdés, hogy Donald Trump hogyan reagál erre a betegségre, mert hát hogy az első vita az eléggé minősíthetetlenül zajlott a elnökjelöltek részvételével, abból nem Trump jött ki jól, ugye most van ez a vírus problémája, kérdés, hogy változtat-e majd az ő vitastílusán. Joe Bidennek azt gondolom nem kell változtatni, ő jól jött ki a dologból, meglátjuk, hogy mi történik. Hát még majdnem egy hónap van hátra, úgyhogy még rengeteg. De az nagyon hamar el is múlik. Egy kérdés visszatérve, amit mondottál, érdekes, a közösségi média, aki nagyon könnyen letilt embereket, ezeket a gyűlölködőket nem szűri ki, és... Minden olyan megjegyzés, minden közösségi média, Facebook, Twitter letiltott, amelyek Trump halálát kívánják. Ez a tegnap történt meg, ezt most megtette, szerintem egyébként nagyon helyesen. Így van. Legalábbis direktbe, mert ilyenkor aztán azonnal megindulnak az ilyen jelbeszédek, amikor úgy kívánják a halálát, hogy nem mondják ki azokat a szavakat, amikről az algoritmus... Jó, hát ezt a zsidók ismerik, ezt a rejtett beszédet. Antiszemitizmussal kapcsolatban milyen ügyesen tudják elhasználni. Igen, hogy az antiszemitizmus elleni közbeszéd elleni harc is pontosan ugyanezzel a problémával küzd. Itt csak egyetlen gondolatot szúrnék közbe, hogy én természetesen nem értek egyet a kollégámnak, a tanult kollégámnak a véleményével, a vitával, az elnökjelölti vitával kapcsolatban. Egyrészt én nagyon élveztem, szerintem kifejezetten jót tesz az elnökjelölti vitáknak, hogy húsvér emberek vitatkoznak, és nem azok a kampánymenedzserek által fölépített panelek, akiket korábban, a korábbi évtizedekben megszoktunk. A másik pedig az, hogy ebben a vitában azzal se értek egyet, hogy a Trump vesztett volna. Ebben a vitában én azt gondolom, hogy senki se nyert, és az első elnökjelölti vitának nem is az szokott lenni a feladata, hogy valamelyik jelölt legyőzze a másikat. Az első vita az mindig a saját tábornak a megerősítését szolgálja. És aztán a későbbi viták is, és leginkább is az utolsó, általában a harmadik vita szokott az lenni, amelyik az ingadozó, a végső döntést meghozó szavazóknak a befolyásolására szolgál. Tehát ez a mostani vita szerintem mind a két jelölt részéről betöltötte a szerepét, és jól összerántotta a saját táborát. Igen, csak az a baj, hogy a következő... A közvéleménykutatásokat idéztem, egyébként lehet, hogy nem úgy van. Csak nem válaszoltunk egy kérdésre, amit Péter föltett, pedig fontos kérdés. Ugye általában totálisan jelentéktelen alelnöki vita, az most egészen más megvilágításba kerül, ugye egyrészt emiatt a bizonytalanság miatt, másrészt meg eleve is, ugye amikor úgy indul az elnökválasztás, hogy az egyik elnök jelölt kijelenti, hogy ő csak egy ciklusos elnök lesz, és hát vannak, akik abban is kételkednek, hogy ez kitölti, ez mondjuk Donald Trumpra is igaz lehet, de ő nem beszél erről, ugye Joe Biden beszél erről, tehát én azt gondolom, hogy most az alelnöki vitának nagyobb lesz a jelentősége, bár hát persze messze nem éri el az elnöki vitáknak a jelentőségét. Egyébként az elnöki vitákra alapvetően az jellemző, hogy nem szokták megváltoztatni nagy mértékben az elnökjelöltek iránti szimpátiákat. Csökken is a nézettsége az első vita után, lényegesen kevesebben szokták a másodikat meg a harmadikat nézni. De itt hát már azért is megnézik a másodikat, mert még aggódnak Trumpért. Én meg még azt is hiszem naívan, hogy talán ez a betegség valami szimpátiát kelt Trump mellett, vagy ez ki van zárva? Kérdezem a stúdióban. Hát ez ilyenkor a sajnálatfaktor az mindig megvan, és rá is szoktak erre játszani, akár tetszik, akár nem. Trump is most kiment a hívei közé autóval, és ez biztos, hogy valamennyit hoz is neki. És ahhoz, amit az előbb
az István mondott, ahhoz tényleg érdemes még azt is hozzátenni, hogy akármelyik elnököt választják meg, az az Egyesült Államok valaha volt legidősebb hivatalba levő elnöke lesz, tehát már csak ezért is valóban az a... Az mondom én a 68 éves öregember, hogy nem kéne a fiataloknak helyet adni, vagy nincsenek fiatalabb olyan líderek, akik erre alkalmasak lennének? Hát már késő ezen gondolkodni, tehát majd a következő alkalommal lehet rajta gondolkodni. Péter, te hát úgy... Azt nem tudjuk, hogy miért alakult ez, így nyilván vannak ennek szociológiai, meg politológiai elemzései. Hogy mondjak el egy dolgot azért Amerikáról, ugye az amerikai 70 évesek azok nem olyanok, mint a rozzant európai, vagy főleg magyar, közép-európai, vagy kelet-európai. Kikérem magamnak a majdnem 70 évesek nevében. Az amerikai boardok mind a vállalatoknál, mind a nagy civil szervezeteknél tele vannak 70 és 80 éves emberekkel. Ugye ez egy nagyon sajátos munkamegosztás Amerikában, amivel én különös vagy, most már elmúltam pár napja, 71-et is értek, hogy, az exekutív funkciókban, hát ugye az elnök az persze az, de mondjuk az exekutív funkciókban nem igazán, de az ilyen stratégia alkotó meg végrehajtó funkciókban 70 évesek nagyon jók. Csak hadd idézek egy példát, nemrég beszéltem vele, Magyarországon volt nagykövet Donald Blinken, ugye akinek a fia a külügyminiszteri poszt várományosa, hogyha Biden győz, ugye Donald Blinken 95 éves, és 4 darab boardban aktívan részt vesz még ma is. Oké, akkor kérdezem Kardos Pétertől, aki egy főszerkesztő is, hogy mi a véleményed arról, hogy a következő fordulóba ki tudják kapcsolni a mikrofonját annak, akinek nem épp a sora van, hogy beszéljen. Tapasztalva az első fordulóból. Nekem először is az a véleményem erről a Trumpnak a betegségéről, hogy esetleg ez jól jöhet, ugye részvétet kelt, hogy a magyar belpolitika múltjában sem ismeretlen ez a dolog. Horn Gyula, amikor megnyerte a választásokat, autóbalesetben úgy megsérült, hogy ilyen nyakmerevítőbe járt a kampányba. Tehát, de az, hogy ezek szándékosak lennének, ezt ne tételezzük fel. Ami a betegséget illeti, mint rabbi, nem nagyon örülök annak, ami Izraelben van most, hogy a vallásosak ellen uszulnak a nem vallásosak. Péter, én nem szoktam beleszólni, amit te mondasz, de a letartóztatók száma, akiket letartóztattak a hétvégen, mocás után, a tüntetéseken, azok között össze-vissza 2 volt, aki ultraortodox volt, a többiek mind fiatal és középkorúak, általában ilyen baloldali, beállítottságú, szép lelkűek, akik úgy gondolják, hogy koronavírus idején nekik akkor is muszáj elmenni tüntetni, hogyha a tüntetés színhelye messzebb van, mint 500. De az a hangulat, hogy a szekulárisok azt mondják, hogy ezek visznek magukkal bennünket is a más világra, mert ők most szukottkor is ugyanúgy összejöttek, családok, együtt voltak, mintha mi se történt volna. Kvázi ők a legnagyobb terjesztői a vírus járványnak. A statisztika az egy nagyon, nagyon gonosz dolog. Azt a statisztikát fogadjuk el, amit mi hamisítunk meg, vagy mi rendelünk meg és fizetünk ki, de tény és való, hogy a zsinagógákban együtt táncoló, egymás nyakába lévő emberek, akkor, amikor de facto a törvény azt mondta, hogy a zsinagógába zárva van, vagy maximum egy minyennyi ember lehet, és kint imádkozhatnak. Tehát a törvény be nem tartása ebben az esetben sokkal jellemzőbb volt egészen tegnapig, amikor 150 ezer ember tüntetett Izrael szerte, akiket rendőrségi túlkapás volt, mert a téren a lovakat ráengedték, körbezárták a területet rendőrautókkal. Péter, figyelj ide! Szerintem a közülünk a Kardos Péter talán még személyesen is emlékszik rá, hogy a zsidóságon ez a fajta taktika, vagy ez a fajta politikai megosztottságnak nagyon tragikus előzményei vannak. Tehát annak ellenére, hogy valóban
van abban a realitás, hogy az ultraortodox közösségekben jobban terjed a vírus, erre számok is vannak, a 2,5 százalék. De ezek az emberek Auschwitzba is imádkoztak embertelen körülmények között, tehát én a másik oldalt is meg tudom érteni. Egy tradíció, az örökkévalóval való kapcsolat, az náluk sokkal erősebb, mi meg idióta módon elmegyünk a demokráciáért tüntetni, amikor nem lehet. Teljesen hasonló megosztottság volt jellemző a magyarországi zsidóságban például, ahol a szekuláris, illetve az asszimilálódott zsidóság okolta sokszor az ortodoxokat a zsidóságot ért hátrányos megkülönböztetésért. Ezért mondom, hogy ebben a kérdésben egészen tehát sokkal érzékenyebbnek kéne lenni, sokkal óvatosabbnak és megértőbbnek kellene lennie a szekuláris társadalomnak minden egyéb szempontnak. Ezt én meg tudom érteni, mert én 1900... Ez nem csak a zsidókkal van, így emlékezzünk vissza, hogy az úgynevezett első hullámban, ugyamiről most már látjuk, hogy gyerekjáték... Az idő, így van az idősek. Az idősekkel, ugyanígy, és azt nem is szította senki, csak egyszerűen följött egy ilyen társaság, és egyre inkább elkezdte ezt a gyűlöletet kelteni az idősekkel szemben, mert hogy ugye az embereknek az a sajátossága, hogyha valami baj van, akkor meg kell találni, hogy ki a hibás, hogy valaki más legyen a hibás, lehetőleg egy olyan ember vagy embercsoport, akihez én nem tartozok. Lehetőleg kiszolgáltatottabb és gyengébb. Igen, és így van pontosan. Tehát ugye ez sajnos azt kell mondani, hogy ez egy eléggé elterjedt, és nem csak a zsidókra jellemző, sőt sok mindenki. Jó, de nem mondhatjuk Izraelbe, hogy ez egy belső antiszemitizmus, hát ugyanúgy letartóztatták a randalírozó széplelkű tüntetőket, akik mindenféle okok miatt tüntettek, de térjünk vissza a Péterhez. Péter, én 1970 óta élem meg a zsidóságomat, akkor ez a betegség előjött az agyamba, és visszatértem a gyökereimhez. Jüdise vírus. Amit soha nem hagytam el, és mert nem akarom mondani, hogy egész életemnek, mert 1970 előtt nem igazán tudtam én azt, hogy mi az a Jom Kipur és egyebek, mert érthető okoknál úgy döntött a családom, hogy talán ebből jobb lenne kimaradni, de ez volt az első olyan Jom Kipurom, amikor volt egy jellegzetes Jom Kipurom 1973-ban a háború napján, amikor megértem életem első légiriadóját, szirénáját és életem első igazi háborúját, és ez a Jom Kipur, amikor eldöntöttem előtte, hogy én most egész nap 73-ra fogok gondolni. A barátaimra, akik már nincsenek itt, az új ismerőseimre, akiket azóta megismertem, azokra, akik elmentek, és ezt mind keresztbe húzta ez a vírus. És egy olyan furcsa Jom Kipur jött, ahol aludtam, böjtöltem, aztán megint aludtam, aztán Zoom már csak előtte volt, azok a televíziók, amiket én nézek, azok Jom Kipurra való tekintettel, te akartam volna sem, tudtam volna nézni, időnként kibámultam az ablakon, és ez mindenre hasonlított, csak nem egy Jom Kipurra. Hogy érted meg, ha bár a Jól lakott növközisnél már a Pilpulba beszéltetek róla, hogy hát ez az ünnep, valahol ezek az ünnepek kicsit zátonyra futottak. Te nézed a Pilpult? Hát kénytelen voltam megnézni, mert akartam tudni, hogy a műsorvezető miért nem tudja, hogy milyen heti szakasz van, és jó rápirítottál. Persze lehet, hogy direkt csináltam, mert kíváncsi volt, hogy neked eszedbe jut-e. És akkor majd mindjárt beszélünk arról, hogy már megint itt van mindjárt egy hétvége, egy sabata nyakunkon, amikor nincs heti szakasz, csak szukott van, hisz most még a félünnepben vagyunk. Tehát nem csak hogy lehet ezt megélni? Hogy lesz ezekből idei Jom Kipur nélküli zsidókból 5781-re igazi zsidó? Hogy tudunk magunkhoz térni? Mi mindig magunkhoz térünk, de ez nagyon sok erőt fog igénybe venni. Megjósoltam volt még jóval az ünnepek előtt, hogy fog kinézni Zoom-mal, például a Jom Kipur. Így igaz. De azt is megjósoltam, mert ez most már aktuális. Tehát hogy akkor lesz... már főjós is vagy. Főjós. Már negyedik kategória. Delfi. Delfi. Tehát
De akkor már megmondtam, hogy vigyázzunk, lesz egy olyan ünnep, amit még Zoomon sem lehet megünnepelni, ez lesz a Simchas Tajró. Se körmenetek, se tóra alapozások, se felhívások, mindenkit fel kell hívni ilyenkor. Ez az egyetlen ünnep, amit nem lehet Zoomon. Ami a Zoomot illeti, átalakult a közbeszéd. Ma már nincs az, hogy davenolunk, megdavenolunk, imádkozunk, megimádkozunk. Megzoomoltál már máma? Kérdezi egyik a másiktól. Ja, voltam, én csak ásréig zoomoltam, utána el kellett mennem. Tehát a davenolás mind Zoomra került. Most már ez marad is ez a szleng, meg vagyok győződve róla. Egy ideig részben sajnos szükségből, azután ez átmegy mindennapi szlengbe. Ami pedig az ünnepeket, a Yom Kippurt illeti. Az este tényleg valóban elment Zoommal, de másnap, miután ennek nincs kialakult gyakorlata, az imádkozáson, az alváson és a böjtön kívül, hát ezek passzív lélek. Olyan sivatagi léleknek éreztem semmi, magam. Semmi. Nada. Ugye a jobb helyeken a maszkirt is előző napon tartották. Volt, ahol Yom Kippur kimenetele után tartották. Erre mondtad te azt, hogy a jó lakott maszkirt. Igen, tele gyomorral maszkirt tartani Yom Kippur napján, az egy eléggé morbid. Én csak azon, már erről beszéltem a másik műsorban, voltak, akik üres zsinagógába funkcionáltak, és azt közvetítették. Igen, ezt annyival jobban csinálták, mert hallottam ezt a beszélgetést, és nem tudtam beleszólni, mert a tévén keresztül hallottam. Annyival jobban csinálták meg Németországból, hogy magát, a rabbit mutatták teljes zoommal, na nem ezzel a zoommal, hanem a képernyőn, és az látszott, hogy egy zsinagógában van, de az üres zsinagógánál, és akkor gondolok itt az Attilára, aki mégiscsak valamikor egy együttes egyik frontembere volt, el tudsz te képzelni, hogy egy koncertet adtatok egy üres koncertteremnek? Tehát az, hogy nincs feedback, azt hogy lehet úgy zenélni? Vagy lehet-e egyáltalán? Igen, ez egy nagyon, nagyon jogos felvetés, hogy tehát a visszajelzés nem pótolja semmilyen online rendezvény. István, azt hiszem, hogy csörög nálad valami. Már nem. Igen. Nagyon ugat a kutya. Az semmi, még valami csörög is. Igen, hallgatunk téged tovább. Tehát visszajelzések nélkül természetesen a koncerteket is, hát nem azt mondom, hogy lehetetlen, mert többen próbálkoztak vele, de hát azért nem ugyanaz koncertet csinálni. Mi is csináltunk egyébként a Solaris együttesről egy ilyen karanténklipet. De az jó volt. Az elkészítés és a bemutatása nyilván nem akkora élmény, mint... De jó, én megnéztem, nekem tetszett egyébként. Hát ugyanez van a hitélettel is. Hát ezért van az, hogy szerintem egyáltalán nem feltétlenül kell teljesen leállítani a hitéletet, és hát ugyanaz, amit az országgal. Az országot se állították le teljesen, bizonyos feltételekkel, bizonyos szabályokkal a veszélyeket lehet mérsékelni. A szabadtéri istentiszteleteknek például nagyon jól kialakultak a protokolljai. Tehát én egyáltalán nem tartom azt szükségszerűnek, hogy például a Simchat Tórát se lehessen megünnepelni. Nyilván az ember nem csókolgatja úgy a tórát. Van egy héber mondás, ami azt mondja, hogy Ahare Hagim majd az ünnepek után, de ezekben a percekben, amikor mi adásba kerülünk, ülésezik az izraeli koronavírus kabinet, ami arról hivatott dönteni, hogy vajon Simchas Tóra után, az ünnepek után egy kicsit gyengítenek-e a bezártságon, avagy még erősebb intézkedéseket foganasítanak meg. Mi a véleményetek erről, látva a halálesetek számának a növelését, látva azt, hogy egyre többen vannak a zsidó államban lélegeztetőgépen, és látva azt, hogy a második etapra, mint hogyha a társadalom, Izrael népe kicsit befáradt volna. Ez a Am Israel High-nak az aktualitása kicsit csökken sajnos. Tudnilik, olvastam egy izraeli blogot, ami arról szólt, hogy hajnalban arra, illetve a rádió bemondja, hogy betiltottak mindenféle tüntetést.
5 perc múlva ezrek voltak az utcán, és tiltakoztak. Ti vagytok a tanúi, így én mindig az izraeli demokráciával kicsit fenntartással voltam. Ez a Dafke, nem? Az izraeli demokrácia néha egy kicsit anarchisztikus. Igen. Mondhatom én a büszke izraeli. Mondottam volt már sokszor. M. Kende Péter, aki mai adásunkban még nem sokat beszélt, mert biztos épp a Pilpurra készül, amit majd Kardossal beszélget. Hát miről fogtok beszélgetni, ha nincs heti szakasz? Arról, hogy mit kéne csinálni majd az ünnepek után, a Horeha Hagim? Egyfelől... El nem mondom. Nem. Azért azt, a poénokat persze nem fogom előre elsütni, de ott van Hosanna Rabá, Shmini Atzeret, van miről beszélgetni. Érdekes lesz Shmini Atzeret a Péter elővetítése alapján. Mi a véleményetek az Amerikai Egyesült Államokba, úgy szintén a vírus növekszik, de érdekes módon most visszatér a fővárosba, illetve New Yorkba, mindenki Kaliforniába siet, azelőtt mindenki Kaliforniából elment, most mindenki Kaliforniába megy. Ezek ilyen vándorvírusok lesznek, vagy hol lesz ennek a vége? Illetve az Obamacare, vagy annak az ellenkezője, amit Trump szeretne, mennyire tudja befolyásolni a holnapot? Hát ez egy jó kérdés, azt gondolom, hogy vigyázz, mert vírus... itt van a nagykövet, aki egy amerikanológus is, úgyhogy... Minden szabadat az, hogy a vírus hogyan, és hogyan közlekedik egy országon belül, és az emberek miként reagálnak, erre... Menekülnek a vírus, igen, illetve a bezártság erre. Olyanok, mint az izraeliek, akik elmentek Bulgáriára. De hát ugye nem olyan egyszerű, tehát hogy hiába menekülök el... De miért mennének Kaliforniába? Nekem ott van a fiam, mert az az egyik legfertőzöttebb. De azóta már átmenetileg jobban voltak, le vagy maradva. Visszatérve viszont az Obamacare, illetve amit a Trump kitalált, valami megoldásra biztos, hogy szükség van, mert hogy nagyon sok ember szorul kezelő orvosi ellátásra, tehát valami megoldást kell találni, nem lehet ott hagyni az embereket az út szélén. Hát igen, de Orbán Viktor azt mondta a vasárnapi rádió interjújába, hogy nekünk elegünk van a vírusból, de a vírus úgy néz ki, hogy jól érzi magát. Hát na most én azt mondtam pár nappal ezelőtt, hogy a vírus legalább hanukáig marad, na most már úgy néz ki, hogy jóval karácsony után is marad, mert ugyan az elnököt beoltották kétfajta injekcióval is, de igazából még a vírus az már megvan, a vakcina az még ugyan mindenki versenyzik, és mindenki azt állítja, hogy már a kísérletek végén van, de igazából nincs. Van egy konteós megjegyzésem. Halljuk. Ugye tudjuk, hogy a világon több magasrangú politikus már megfertőződött, beteg lett. Meg is változott a véleményük a világon. Nem. Utána. A konteó abból áll, meghalt valaki közülük? Nem. Olyan gyógyszert kapott Trump, ami még ki sincs kísérletezve, és egyre jobban van. A hírek szerint, meg és, nem erősített igen, hírek és szerint. Pedig még csak 10 óra. Na jó, azt mondtad, hogy egyre jobban van, mondtam, hogy csak 10 óra, bocsánat. István, te vagy a nagy Amerika szakértő. Mennyire befolyásolhatja ez az amerikai gazdaságot, hisz nem csak az izraeli gazdaság lassult be, ugyan mi úgy döntöttünk Magyarországon, illetve az ország vezetői, hogy a gazdaságnak tovább kell pörögni, meg kell védeni az életet is, de a gazdaságot is. Mennyire befolyásolhatja negatívan ez az amerikai gazdaságot? A kérdés nem hipotetikus, mert ár befolyásolja negatívan az amerikai gazdaság visszaesik. De nem kivételesen kicsi vagy nagy mértékben, nagyjából olyan mértékben esik vissza, hogy ezt a hasonló problémákkal küzdő országok esetében is látjuk. Ugye vannak kivételek, mondjuk Kína, ahol úgy tűnik, hogy a visszaesés az nagyon minimális, pontosabban minimális növekedés lesz a végeredmény ennek az évnek, de általában hát mindenhol komoly visszaesések vannak. Ugye Amerikában is nyilvánvalóan ugye azok az iparágok, ahol
ahol megjelenik, tehát személyes megjelenésre van szükség a termeléshez, vagy export, vagy bármilyen más olyan sajátossága van, amit a vírus kiemelkedően gátol, az jobban visszaesik, mint mondjuk az informatika, ahol nem feltétlenül kell személyes megjelenésre sor kerüljön a termelésben. Úgyhogy itt vannak találgatások, senki nem tudja, természetesen Amerikában sem, máshol sem, hogy ez pontosan mekkora lesz. Ugye pont ez az egyik problémája Donald Trumpnak, hogy ugye Bill Clinton óta tudjuk, hogy he's the economy stupid, hogy a gazdaság dönti el végül is a választásokat. Ez most azt hiszem, hogy jobban árnyaltabban érvényesül, mert a gazdaságon kívül még ott van majd a maga a vírus, ugye, és még egy-két dolog. De hát az amerikai gazdaság ugyanúgy szenved, mint bárki más. Valószínűleg a újra induló képességei az magasabb, mert hogy jobban az informatika felé tolódik el a gazdaság, nem tudom, negyedik ipari forradalom, ugye negyedik gazdasági forradalom, informatikai forradalom közepette. Értem. De kétségtelen, hogy egyelőre nincsenek jelei annak, hogy ne lenne komoly visszaesés. Mielőtt föltenném az utolsó kérdést. És ne felejtsük el, hogy hát a gazdaság az nem úgy van, hogy van a politika meg a gazdaság. Hát a gazdaságból élünk. Tehát az, amit megeszünk. Tehát a gazdaság nélkül nincs civilizáció, nincs semmi. Igen, de hogyha az üzletek be vannak zárva, az éttermek be vannak zárva, akkor a költésünk sem igazán mozog. Mielőtt föltenném az utolsó kérdés, ami arra vonatkozik, hogy vajon az izraeli koalíció hamarosan összedőle, hisz a turisztikai miniszter lemondott, és egyre nagyobb a feszültség. Előtte Péter szeretne még hozzászólni az előtt. István, jól értettem, hogy volt egy félmondatos utalásod a gazdasági élet. Kínában picit, de javultak a gazdasági mutatók. Mondtál ilyet? Nem azt mondtam, hogy javultak, azt mondtam, hogy jobbak. Ugye Kínában arra számítanak, hogy 1-2%-os pozitív növekedés lesz az évnek az jó eredménye. Hát akkor körülbelül ezt mondtad. Kérdésem, a piciny Magyarország mennyi gyógyszert meg egyéb segéd dolgokat szerzett csak Kínából? Tudsz róla? Segélyeket nem, ugye a kínaiak nem nagyon szoktak segélyeket. Nem segélyeket, vásárolt eszközöket. Meg magyar vállalatok működnek Kínában, amelyek jó esetben profitot termelnek. De ugye Kína nem a segélyezési programja. Nem segélyezés. Félreértetted, a Péter főrabbi úr azt mondta, hogy kérdezte, hogy vajon Kína mennyit profitált a világ nagy országai, mind oda rohantak bevásárolni. Tehát mennyi inkamja lett Kínának abból, hogy lélegeztetőgépeket, maszkokat, etc. mindenki oda rohant vásárolni, mindenki akár rá is kínál, csak hogy meg tudja kapni a terméket. Ja, ezt nem tudom megmondani, de ez egy átmeneti jelenség volt, nem hiszem, hogy a kínai GDP-hez mérhető nagyságrendű. Akkor... Van ilyen konteó, amelyik arra tippel, hogy az egész járvány arra ment ki, hogy azért csinálták a kínaiak a járványt, hogy jól járjanak. Igen, és a földlapos. Bízom benne, hogy az izraeli koalíció akkor mégsem omlik össze, ezt jövő hétig tartsanak ki, mert jövő héten hétfőn megveszi. Bár azért hozzátartozik, hogy az a gonosz megjegyzés, hogy a turisztikai miniszter ugye lemondott, de nyilvánvalóan azért is mondott le, mert hogy neki nagyon sok dolga most biztos nincsen. Így van, de azon... Minek miniszter volt? Pontosan. De azonnal valaki már is elfoglalta a helyét, aki idáig egy majdnem miniszteri állást töltött be, úgyhogy jelentkező van. Hátra van 6 percünk, és akkor kezdjük a rangidősnél. Péter búcsúzza nézőktől. Mit válsz a jövő héttől? Mit válsz Simhat Tajreszról? Több mondatokban. A ünnepek befejező része következik. Semmi változást nem várok az eddigiekhez képest. Annál is inkább, mert másban sem, legfeljebb a napi megbetegedések és a halálesetek emelkednek a jóslatok szerint. De ez a mi ünnepeinket mondjuk kevésbé befolyásolja. Irigylem azokat, akik összejönnek zsinagógákban.
és ott istentiszteleteket tartanak. Hogy ennek lesz-e egészségügyi következménye, ez 2-3 héten belül eldől. Én úgy búcsúznék, és már is adom nektek a lehetőséget búcsúzni, hogy azt szoktuk mondani, hogy a mi ünnepeink, sírunk, böjtölünk, eszünk, vigadunk, hát nem látom ebbe az ünnepi sorozatban a nagy vigadozást, ha csak most M. Kende Pétertől, a jól kalkott napközistől nem hallok valami olyat, ami mosolyra fakaszt. Nem fogsz hallani. Azt gondolom, hogy jövő héten, hogyha van rá lehetőség, beszéljünk egy kicsit erről az örmény-azeri konfliktusról, főleg annak a fényében, hogy Izrael, Törökország, Oroszország, itt hogyan játszanak egymással, mert ez engem nagyon-nagyon érdekel. Annál is inkább, mert az amerikai elnök is mielőtt bement a kórházba, arra biztatta őket, hogy hagyjanak fel. Igen. Úgyhogy ennyit szeretnék csak mondani, hogy én ezzel szeretném, hogyha foglalkoznánk a következő alkalommal. Vidám dolgot nem tudok mondani, annyit, hogy természetesen pénteken nagy örömmel várjuk a nézőket, a készülékek elő a Pirkóban. István! Szerintem én nem várok drámai változásokat, ugye a világ arra fog figyelni, hogy a járvány hogy alakul, hogy hogy alakul az amerikai elnökválasztási kampány itt Magyarországon. Bízzunk benne, hogy nem emelkednek tovább, főleg a halálozási számok. Nem tudom, nem látom azt, hogy most valami óriási áttörés lenne, és remélem azt, hogy nem lesz negatív áttörés sem a világban, sem Magyarországon. Attila, várható-e, hogy az izraeli miniszterelnök, illetve az államelnök külön gépét, amit 850 millió sekelér újítottak föl, és próbarepüléseket tart a semmibe, valahogy úgy, mint a Singapore Airlines, ahol 50 dollárért föl lehet a repülőgépre szállni és vacsizni egyet, vagy akár az első osztályon 480 dollárért. Tehát vajon az elkövetkező hetekben az izraeli, Izrael number one a levegőbe emelkedik-e, hogy magával vigye az államelnököt vagy a miniszterelnököt? Az Izrael Air Force One-ra gondolsz? Igen, igen, aki most már a hadsereg a hadsereg kötelékébe állt, a repülőgépi ipari művek tartják karban, és saját pilótái és légiutas kísérői vannak természetesen a hadseregből. És mi a kérdésed, hogy a levegőbe fog emelkedni? Igen, mert hogyha a levegőbe fog emelkedni utassal, szerinted akkor valami történik. Szerintem a levegőbe fog emelkedni, de nem, senki sem fog rajta sehova se utazni. Mit válsz a következő hétfőig? A Neokon befejezi a működését, hisz a fenntartója azt állította, hogy a liberális média támogatásától visszalépnek. Hát nem a liberális, hanem a bal liberális média támogatásától ugyanaz, lép vissza. Ebben a portfólióval. Tudomásom és reményem szerint nem tartozik bele a Neokon. Kár lenne érte, meg kell mondjam, jó sokat lehet vitatkozni vele, de színvonalas. Mivel ez liberális, de nem baloldali, hanem konzervatív nézőpontot testesít meg. Tehát én nem számítok arra, hogy a Neokonnak a helyzetében különösebb változás, főleg nem negatív változás fog bekövetkezni. De most a világra visszatérve, tehát egyrészt a Simhat Tóra ugye az, ami a legfontosabb, és amit leginkább várunk. Én arra vagyok kíváncsi, hogy húznak-e a Tórára maszkot, amikor táncolnak vele, mert az mindenképpen egy új innováció lenne. Hát a másik pedig, hogy szerintem két nagyon fontos fordulópont, vagy legalábbis kritikus pontja van a világpolitikának, az egyik az Trumpnak az állapota. Borzasztó fontos, hogy az elkövetkező napokban hogy alakul az állapot, és tulajdonképpen bárhogy alakulhat, és a világnak a sorsát az jelentősen be fogja befolyásolni, akármelyik irányba is billen el az állapota. Hát a másik pedig, amiről ma nem beszéltünk, de majd jövő héten sajnos valószínűleg még lesz aktualitás, hát az a karabahi konfliktus, ez, amit a Péter is mondott, amiben az izraeli kamikáz drónok is benne vannak. Kedves nézőim, önök a zsidók világszemmel, a világ zsidó szemmel
Ez nagyon, ez egy ilyen frajdi dolog lenne. Ez, hogyha előre megszerveztem volna, hogy így belekeveredek, sem sikerült volna ilyen jól. Tehát ezt a műsort látták állandó vendégeinkkel, Kardos Péter főrabbival, főkántorral, főszerkesztővel, és még valami főre, igen. Fő az egészség. Fő az egészséggel. Itt volt velünk a Jól lakott napközis, és Emkende Péter, Seres Attila is a média mogul, és itt volt velünk egy nagykövet is, Gyarmati István. Velem holnap reggel a Pirkadatban újra találkoznak, örömmel voltam önökkel. Halkítsák le a televíziójukat, hogy a szomszédok aludni tudjanak, na nem annyira, hogy ne hallják a hangunkat, hallják, csak adják át, hogy egy igazi objektív televíziót akarnak nézni, akkor csatlakozzanak a csatornánkhoz. Köszönöm, hogy minket néztek, a viszontlátásra, jó pihenést!